ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtött tél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. Minden ember hazatér, az Icsi család is hazatért. Nagyvázsony szívében a méltósággal emelkedő Zicsi kastély, a település egyik éke és műemléke visszarepítette a grófi család leszármazottjait egy napra a múltba. Az utolsó gróf, Zicsi Pál, és fia, Zicsi és Vázsonykői gróf Zicsi Péter történetei életre keltek, a kastély padlásától a pincéig. Ezeket a történeteket mesélte el a gróf unokája, dr. Zicsi Mihály és dédunokája Zicsi Pál a helyieknek, hogy együtt emlékezzenek arra a két évszázadra, amikor a Zicsi család fontos része volt Nagyvázsony településének. 1649-ben harmadik Ferdinándtól kapta a birtokot az első nagyvázsonyi báró, Zicsi István, a győri vicegenerális. A vázsonykői Zicsi család a hajdani mezőváros történetének legmeghatározóbb familiája, amely két megszakításban összesen 236 évig volt Vázsony birtokában. A mai falu tárgyi emlékei közül a zicsiekhez köthető többek között a romos Szent István templom újjáépítése, a Szent Ilona templom alapítása, vagy megemlíthetnénk a Szent Mihály kolostorrom rombolásának megfékezését. A történelmi kalandozások előadás részét színesítették a nagyvázsonyi lakosok felszólalása, akik még emlékeztek az utolsó vázsonyi grófra. Mindannyian nagy szívvel és melegséggel meséltek a grófi család és a település kapcsolatáról. Bár 1945 után a család vagyonát elkobozták, és a 60-as években végleg elköltöztek, de a helyiek emlékezetében a mai napig él Zicsi István kedvessége és odaadása Nagyvázsony felé. A program szervezői és a Zicsi család 60 év után egy új hagyományt teremtettek, megígérve a helyieknek, hogy ha bár ez volt az első alkalma a Zicsi család hazalátogat hangzatos című programsorozatának, de nem az utolsó.